Egykori iskolája a több mint 300 éves Váci Piarista gimnázium előtt avattak szobrot Kornis Gyula kulturpolitikus emlékére. Az ünnepélyes hangvételű rendezvényen jelen volt Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Schmidt Mária Széchenyi díjas magyar történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Rétvári Bence elmondta, azért is jelentős a szobor felállításának helyszíne Kornis Gyula számára, mert 1931-ben szülőhelyén Vácon választották meg országgyűlési képviselőnek. Kornis Gyula ugye meghatározó korszakban a trianoni békediktátum után volt az oktatási tárcának az államtitkára, Krébezve Kunónak a közvetlen munkatársa, és az a fajta eszménykép, hogy bár határok szétválasztanak minket, de magyar kultúra összeköt minket, és a magyar kultúra lesz az, ami hosszú távon megőrzi a magyarságot, az ő nevükhöz kötődik, és ez volt az a kultúrfölény eszme, amely a magyarságot meg is őrizte a 20. században, annak ellenére, hogy 7 határ szabdalta szét. A kultúra a nemzet legfontosabb talapzata, ez olvasható a szobornak is a talapzatán, veretesebb nyelven Kornis Gyula szavaival. Valóban ő volt az, aki európai értékeket vetett papírra, és európai értékek mentén mentették meg Magyarországot, a magyar kultúrát a trianoni békediktátum után, alapozva a magyarságtudatunkra, alapozva a kereszténységünkre, alapozva a családra, az elköteleződésre, és ezeket az értékeket vállalva, nem pedig más országok mintáit utánozva, lemásolva, majmolva, hanem magyar teljesítmény alapján, egy magyar kult alapján szervezte az országnak a jövőt egy nagyon kritikus időpontban. Kornis Gyula kulturpolitikai tevékenysége mellett egyben római katolikus pap, piarista szerzetes, filozófus és a Pázmány Péter Tudományos Egyetem dékánja is volt. Külföldi egyetemeken vendégprofesszorként tanított. 4 éven keresztül töltötte be a Petőfi Társaság, 1 évig pedig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét. Oktatói és tudományos munkásságáért 1930-ban Korvin koszorúval tüntették ki. Óriási tudású ember, de óriási tudású emberként is alapvető igazságokat fogalmazott meg, sokszor nagyon egyszerűen, hogy valóban nekünk magyaroknak saját munkra, saját erőforrásainkra, saját tudásunkra kell támaszkodni, nem mások által befolyásolva. Schmidt Mária kiemelte, hogy Kornis Gyula számára nagyon fontos volt az új korhoz való alkalmazkodás. Ugyanakkor ragaszkodott azokhoz a szilárd alapokhoz, amelyek a magyarságot több mint 1000 éve megtartották a Kárpát-medencében. Kornis Gyula egy olyan tartást, egy olyan gondolkodásmódot képvisel, ami egyszerre volt korszerű, de ugyanakkor ki tudta szűrni mindazokat a dolgokat a korszellemnek a csábításai közül, amelyek elillantak, amelyeknek nem volt meg az a gyökere, ami a nemzeti múltban, a magyar nemzeti történelemben gyökerezett. Ez a kettősség az, ahogy ő a világot nézte, ahogy ő a feladatokat számba vette. Kornis Gyulának nagyon fontos szerepe volt abban a kultúrpolitikában, amely ma Klebersberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződik. Közoktatásért felelős államtitkárként részt vett a középiskolákat érintő, illetve a tanárok képzéséről és képesítéséről szóló több törvény előkészítésében és végrehajtásában, valamint a tantervi és az iskola szervezeti kérdésekkel foglalkozott. Az, hogy épült nagyon rövid idő alatt 5000 népiskola, hogy a szerencsétlen, analfabéta és iskolázatlan tömegeknek a felemelése az ő számára talán a legfontosabb feladat volt, a folyamatos képzés, és az, hogy a magyarságnak a túlélését és a megmaradását a kibűvelt emberfők biztosítják. Ő erről meg volt győződve, és hogy ennek meglegyenek a politika oldaláról is a feltételei, ennek érdekében mindent megtett. Az intézmény főbejárata előtt elhelyezett szobor felavatását a Piarista Gimnázium és Kollégium tanévnyitó ünnepségével kötötték egybe. A díszes talapzatra állított egész alakos emlékmű Juha Richárd Munkácsi díjas szobrászművész alkotása. A rendezvény elején Horváth Tamás zenetanár furuja játékát és Komáromi Blanka előadásában egy Mária éneket hallgatott meg a közönség.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár Kornis Gyulától idézett, majd a kulturpolitikus gondolatait továbbfűzve arról beszélt, hogy a magyarság jövője csak akkor virágozhat fel, ha a fiatal nemzedéket büszke magyarrá nevelik. Ha tehát egy győztes, egy gyarapodó jövőt szeretnénk építeni Magyarországnak, akkor azt az iskolákban kell kezdeni. Azzal, hogy a diákoknak magyarság történelmének a győztes, gyarapodó szakaszait, teljesítményét mutatjuk be. Schmidt Mária történész kiemelte, Kornis Gyula egy folyamatosan alkotó, pörgő elme volt, aki tudatában volt annak, hogy a műveltség és a tanultság felelősséggel jár. Hit abban, hogy akinek jut a szellemi jóból, és aki képes azt feldolgozni, átalakítani és alkalmazni, annak kötelessége azt a közjavára használni. Kornis idealista lehetett. Azt hiszem, úgy gondolta, hogy tudása, műveltsége majd meg fogja őt védeni az ellenfeleivel és az ellenségeivel szemben. Nem így lett. Milyen sziklaszilárdan tudnak tudós elmék ebben hinni, Szokrátésztől egészen napjainkig. És aztán hányan csalódnak benne, ahogy Kornis Gyulának is csalódnia kellett. Őt, aki a dolgozó szobájába évezredek gondolkodóival zárta magát össze, akinek szelleme messze kiragyogott kortársai közül, őt a gestápó, a népbíróság meg a kommunista államvédelmisek hallgatták ki, zaklatták, száműzték, tették tönkre. Micsoda képtelenség ez, olyanok határoztak róla, akik a betűket is alig ismerték. Kornis Gyula piarista tanulmányaihoz hűen mindig a nemzet érdekét nézte, és ennek szellemében politizált, beszélt és tanított. Példát adott mindenkinek, hogy nincs megalkuvás, nincs félelem, csak bátorság van és tisztesség. Értette az idők szavát, hiszen igazi konzervatív volt. Gondolkodására a Trianon utáni Magyarországnak különösen szüksége volt, de nem nélkülözhetjük ma sem, hangsúlyozta Schmidt Mária. 100 évvel ezelőtt új országot kellett alapítanunk a csonkolás és a megaláztatás után. Meg kellett találnunk az új független Magyarország helyét az új évszázadban, a 20. században, új körülmények között, és meg kellett határoznunk azt a hivatást, amit az új geopolitikai helyzetben hazánk betölthet. Ma sincs ez másképp. A szobrot Varga Lajos segédpüspök áldotta meg, majd Szilvási László piarista tartományfőnök, Kalász Ákos, a Váci Piarista Gimnázium igazgatója, Schmidt Mária, Rétvári Bence, Fördős Attila polgármester, valamint az alkotó Juha Richárd leplezte le. Rétvári Bence kiemelte, azért is nagy jelentőséggel bír most a Vácon felállított szobor, mert a Váci és Szobi járás fejlesztéséről szóló programot is Kornis Gyula fejlesztési tervnek nevezték el. Ő volt az a kultúrpolitikus és egyben helyi országgyűlési képviselő, akire méltán büszkén lehet a környék, hangsúlyozta az államtitkár. Egy olyan korszakban, a betleni korszakban viselt tisztségeket, amikor újjáépítették az országot egy teljes országrombolás után, és nekünk is a rendszerváltás után, a globalizmusnak a nagyon-nagyon erős befolyásoltsága után kell újjáépítenünk Magyarországot a saját lábunkra állva. Nem attól reméljük a boldogabb jövőnket, hogy majd mások azt nekünk elhozzák, hanem abban bízunk, hogy saját magunkban bízunk, saját magunk építjük jövőnket, és ha kell, akkor ezért konfliktus is vállalunk, akár nemzetközi téren is. Kornis Gyula élete is tele volt hasonlókkal, hiszen üldözték különböző ideológiák képviselő, akár a nácizmus képviselő, akár a kommunizmus képviselői, megpróbálták elnyomni, megnyomorítani az életét, de ettől függetlenül alkotott, és nem tudták soha megtörni. Erre a szoborra fel kell nézni, és ennek a szobornak is üzenete az, hogy van mire felnéznünk a magyarság történetében, és egyenes gerincsel, kihúzott háttal, felemelt fejjel járhatunk, mert igenis a nemzeti büszkeségnek Magyarországon több mint 1000 évnyi alapja van. Az infrastrukturális, gazdasági, turisztikai,
oktatási és kulturális fejlesztések között szerepel például a Váci Duna híd megépítése is. Rétvári Bence kiemelte, a Kornis Gyula fejlesztési tervnek az a fő célja, hogy otthonosabbá, komfortosabbá és kiépítetté tegye a lakosság számára a térséget. Benne van az M2-es kétszer kétsávosabb bővítésétől kezdve az emeletes vonatok közlekedési hadrendbeállításán keresztül turisztikai fejlesztések, egészségügyi fejlesztések, kórház, járóbeteg részének a fejlesztése, egészségházaknak a létrehozatala. Tehát mindaz, ami közlekedésben, munkahelyteremtésben, egészségügyi oktatási közszolgáltatásokban és a turizmus fejlesztésében, a helyi nemzeti össztermék növelésben fontos, az mind szerepel benne. Azért fontos, hogy egy terv szerint szépen haladva tudjuk fejleszteni az itt levő településeket, és így is tudjuk az emberek életét minél biztonságosabbá és boldogabbá tenni.